Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Példás összefogás. Felújították a tolnaiak a Szentháromság szobrot. Lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozója. Programok és koszorúzás Bonyhádon. Ízkavalkád a Parhanton. Több ezer palacsinta fogyott el a falunapon. Tájékoztató fórumok és jövőbeni tervek. Új irodákat is nyit a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Megáldották a felújított Szentháromság szobrot Tolnán. Példás, közös összefogással szépült meg az alkotás. Add kegyelmedet, hogy aki kezelőtt a szobor előtt, a Szentháromság egy Istent könyörögve kérik és tisztelik, nyerjenek oltalmat a földön. A szobor homokkőből készült, így időközönként igényli a felújítást. Apelszoffer Ágnes, Tolna polgármestere beszélt az előzményekről. Az volt az ötlet, hogy újra közadakozásból újítsuk fel. Tehát ez egy 200 éves szobor, körülbelül 100 évvel ezelőtt felújították, de hát az idő viszontagságai tönkretették, és úgy döntöttünk, a képviselőtestület egyöntetűen állt az ügy mellé, egy viszonylag nagy összeggel járult hozzá a szobor felújításához, és sokszor kétségbeesve, sokszor bizakodva, amikor láttuk, hogy a számlán mennyi pénz van. Hatalmas összegbe került a rendbetétele, de még fontosabb volt a közösségi támogatás a megvalósításhoz. 15-16 millió forintba került csak a restaurálás, és a pénz az egy dolog egyébként, ami én azt gondolom, hogy óriási dolog az, hogy megint összefogással, közadakozásból tudott ez a szobor megújulni, de hát nyilván a szobrot azt olyanra kell felújítani, amilyen az eredeti volt, és meg kellett találni azt a szakembert, azt, aki ezt meg tudja csinálni, és mindenféle szakhatósági engedélyeket, örökségvédelmi hivatal engedélyének a jóváhagyása is kellett hozzá. Saramó Mártától származik a kezdeményezés, aki rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy elérkezzenek ehhez a pillanathoz. Itt nem messze lakom a Szentháromság szobortól, és szinte naponta láttam, hogy milyen nagyon rossz állapotban van, és megpróbáltam utána nézni a leírásoknak, hogy mikor épült ez a szobor, és hát ez körülbelül 3 éve volt, és akkor láttam, hogy 1823-ban épült, és ugye hamarosan 2023 lesz, és tehát a 200 éves évforduló elközeleg, és méltatlan, hogy ilyen nagyon rossz állapotban van. Egy kis kutatási munka után fedezte fel, hogy az alkotás keletkezésének idején is közadakozásból épült. Innen jött az ötlet, hogy hasonló módon valósuljon meg a restaurálás is. Ennek legalkalmasabb formájaként az alapítvány mutatkozott, és így hoztam létre 22-ben egy magánalapítványt, Tolnai Szentháromság szobor felújítása elnevezéssel, és tulajdonképpen ezzel kezdődött meg a szobor felújítása az alapítvány létrehozásával. Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek megáldásával és az ünnepi műsorral tekinthető befejezetnek a szobor megújulása. A tolnaiak remélik, hogy sokáig fogja még ékesíteni az alkotás a várost. A Bonyhádi vásártéren rendezték meg a lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozóját. Az eseményen a világháborús hősökről is megemlékeztek. Bonyhádon szombat délelőtt megnyitóval vette kezdetét a lánglovagok találkozója, amelyet idén 12. alkalommal rendeztek meg. A világháborús hősökről koszorúzással emlékeztek meg. Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az elmúlt hetekben újították fel az első világháborús emlékművet, amelyet a szennyeződésektől, moháktól megtisztítottak, valamint impregnálást is kapott. Az önkormányzat is támogatja a hagyományőrző, illetve tűzoltó egyesületeket. Valóban a tűzoltó egyesületeknek, illetve a katonai hagyományőrzőknek a találkozójáról van szó. A Bonyhádváros önkormányzata a önkéntes tűzoltó egyesületet az idén 6 millió forinttal támogatta. Azt a tűzoltó egyesületet, azt az önkéntes tűzoltó egyesületet, aki az idén éppen 150 éves, és nem oly rég köszöntöttük őket a megyei tűzoltónap alkalmával. Györfi Attila társszervező fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerjék a tűzoltók, valamint a rendvédelmi szervek alázatos munkáját.
A rendezvénynek a struktúrája és menete az nem tért el a elmúlt 12 év hagyományai alapján. Nagyon fontos számunkra, hogy bemutassuk a hagyományőrzés keretein belül a fiataloknak a nemzetidentitás tudatát, illetve azt, hogy a rendvédelmi szerveknek a munkáját ők milyen úton módon tudják segíteni, esetleg a későbbiek folyamán milyen úton módon tudnak csatlakozni hozzá. A szervezők számos programmal készültek. A város területén fölvonultak az önkéntes tűzoltóegyesületek berkein belül a gépjárművek, illetve a hagyományozó járművek a város területén. 10 órakor megkoszoroztuk az első és második világháborús emlékművet, ugyanis nagyon fontos számunkra az, hogy ne csak mulassunk és szorakozzunk, hanem az őseink emlékeit méltóképpen meg tudjuk ünnepelni. Utána mentek a statikai bemutatók a tábor területén, aminek ledesúg két program eleme is volt, a rendvédelmi szerveknek a bemutatói. Itt gondolok a technikai sátrakra, amivel a rendőrség, a BV intézet, illetve a katasztrófavédelem jelen volt, és gondolok a másik, a tematikus táborrészekre, ahol a katonai hagyományozók mutatták be a 19. századtól napjainkig, hogy milyen is volt a katonai élet. A gyerekeknek happartival készültek, az estet pedig koncertek zárták. Vasárnap a veterán járműveket csodálhatták meg azok, akik ellátogattak a vásártérre. Egy 48 éves szekszárdi férfi tett bejelentést a hétvégén, mert eltűnt a motorja. A hatóságok a sértett szomszédjához egy 16 éves fiúhoz mentek, akinek egy megtévesztésig hasonló robogója állt az udvaron, mint amilyen eltűnt. Abban különbözött az udvaron parkoló és az eltűnt motor, hogy más volt a műanyag burkolatok színe. A fiú kezdetben bizonygatta, hogy a jármű minden eleme az övé, később azonban beismerte, hogy ő emelte el a szomszédból a kétkerekűt előző éjszaka. Hazatolta a járgányt, majd kiszerelte belőle a szükséges alkatrészeket, hogy a sajátjába tegye azokat. Azt is elmondta, hogy a lecsupaszított vázat egy nem messze lévő lakatlan tanyához vitte. A szexuális nyomozók a 16 éves tolvajt előállították, elszámoltatták, majd lopásvédsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A lopott járművet és a másik klónozott kétkerekűt is lefoglalták. A hagyományoknak megfelelően idén is megtartották Faddon a pünkösd utáni első rendezvényt, a faddi római katolikus templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét Juhos Ferenc, SvD Verbita szerzetes és Rostás Jenő István faddi apát plébános celebrálta. A programon közreműködött a Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület énekkara Ágoston Mária vezetésével, valamint Vágó Bernadett, a Budapesti Operett Színház művésze. Az ünnepség a templomkertben megtartott szeretett vendégséggel zárult. Fél évszázados lett a Svédországi Magyarság Országos Szervezete, a 26 tag szervezetet összefogó SMOS. A kerek évforduló alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak, amelynek résztvevőit köszöntötte Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye országgyűlési képviselője a magyar kormány nevében. Az 1974-ben megalakult SMOS 1956 eszmei örökségét ápolja. Fő célja összefogni a svédországi magyarságot, élénkíteni a tagegyesületek működését, azok együttműködését, valamint életben tartani a tagok magyarság tudatát, ápolni a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat. Második alkalommal rendeztek Palacsinta Fesztivált Aparhanton. A szervezők színes programokkal várták a helyieket, illetve a környékbelieket. A gyerekek is megtalálták a számukra szórakoztató játékokat. Sokan ellátogattak a második Aparhanti Palacsinta Fesztivál szombati programjaira. A rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a hozzá leginkább illő elfoglaltságot. A település polgármestere elmondta, hogy a pénteki napon közel 1000 palacsintát készítettek. A tavalyi év alapján már rengeteg tapasztalatunk van, hogy hogyan készüljünk erre a rendezvényre. Ismét színes programokkal készültünk, gyerekprogramokkal, kulturális műsorokkal, illetve rengeteg palacsintával. Már a tegnapi napon elkezdtük sütni, mert tavalyi tapasztalatok alapján rengeteg igény volt rá. A tegnapi napon már 1500 palacsintát megsütöttünk, ma pedig folyamatosan süti a háttérben a csapat, illetve itt hátul az önkormányzati standnál is. A palacsinta kedvelői több ízből is válogathattak, volt kakaós, lekváros, nutellás, valamint megszavazták az idei új különlegességet is, ami nem volt más, mint a túrórudi. A gyerekek számára színes programokkal készültek.
A reggeli órákban már a csurgózenekar lépett fel, illetve arcfestő, hajfonás, illetve a legkisebbeknek körhinta is jár a kedvükbe, úgyhogy igen, a gyerekeknek is készültünk. Az Aparhanti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Bográcsban főzték a vegyes pörköltet, valamint a sütőversenyre rengeteg palacsintát készítettek. 2 kiló liszt, meg a hozzávalók, egyszerűen számra nem tudom mondani, de 100 darab biztos elkészült. Meg még otthoni sütések is voltak, amik napközben fölkerültek. Az Egyesület bízik abban, hogy mindenki jó emlékekkel tért haza. Az időjárás jó legyen, és hogy a társaság jól érezze magát. Az eredmények a főzőversenyen valamit azért, hát ha egy első, második helyezést tehetünk hozni. A palacsinta készítő versenyt az Aparhanti tűzoltók nyerték meg. A fesztivált az igényes szervezés és finom ételek jellemezték, a hangulatról a meghívott előadók koncertjei gondoskodtak. Egy különleges versenyre pályázhattak a tanulók a katasztrófa védelem kiírásának jóvoltából. Céljuk, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a megelőzést vagy épp a tűzoltó hagyományokat. 2 témakörből választhattak a diákok. A füstérzékelő életet menthet és a gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága. Kézműves, irodalmi és digitális alkotásokat lehetett benyújtani. A nyertesek Babics Zorka, Tarnai Izabella, valamint Németh István és Rózsa Milán megmérettették magukat a következő fordulóban. De akik itt ültök, az biztos, hogy valamilyen átlagtól eltérő jó teljesítmény nyújtottatok. Tehát valamiért mindenki itt ül. Az pedig az, hogy olyat alkottatok, amit a többiek nem, másabbat, szebbet, jobban tetszőt. És hát mi azt tudtuk tenni, hogy közületek is az, amelyik a legjobb eredményt ért el, ugye az az országos versenyre továbbításra került, és majd ott is lesz egy összemérés, és még kikerülhet Tolna vármegyei országos díjazott is. Én nagyon bízom benne. Feljutott az MB2-be a tolnamözsi férfi futszál csapat. A tolnaiak a harmadosztályú rájátszás visszavágóján, hazai pályán 8-3 arányban győzték le Tatabánya futszál alakulatát. Az 1 év után a második vonalba visszajutó együttes góljait Gödör Milán, Sára Patrik, Paksi Dániel és a csapat játékos edzője Ágics Péter szerezték. Mi 1 gólos hátrányra fordultunk a visszavágóra. Úgy is készültünk, hogy nem kell egyből az első percekben megnyerni a meccset. Szép lassan építettük föl igazából, korán jött a gól, az kellő lendületet adott. Azt gondolom, hogy a végre elfáradt az ellenfél, mi meg tudtuk tartani azt a lendületes formákat, amiket szoktunk hozni, főleg hazai pályán. És ismét ki kell emeljem, hogy óriási hangulatot teremtettek a szurkolóink, úgyhogy ezután is köszönjük nekik a támogatást. A szekszárdi DNS Valéria általános iskola 4. korcsoportos kosárlabda csapata hétvégén Hódmezővásárhelyen szerepelt a Diákolimpia országos bajnokság döntőjében. A lányok 5-ből 5 mérkőzést megnyerve veretlenül lettek diákolimpiai bajnokok, ebben a korcsoportban az iskola történetében először. Az aranyérem mellett Csabó Szófia és Hencsik Adrien bekerült a torna All-Star 5-ösébe, utóbbi pedig a gólkirálynői címet is bezsebelte. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 2024. februárjában indított útjára egy térség- és vállalkozásfejlesztési programot. Az elmúlt hónapok eseményeiről Hornok Jenő, térségfejlesztési koordinátor számolt be. Eseményteli időszakot tud maga mögött a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Többek között 6 tájékoztató fórumot is szerveztek az elmúlt időszakban. Volt pályázati téma, volt környezeti fenntarthatóság, környezetvédelmi felelősségbiztosítás, de nagyon érdekes volt a mesterséges intelligencia témakörben tartott tájékoztató gyakorlati példákkal. A fórumok sikerességének köszönhetően a kamara a jövőben is tart hasonló rendezvényeket, de hangsúlyt helyeznek továbbá az üzleti találkozókra is. Aztán volt még mentorprogramunk, szerencsésen elindítottuk április hónapban Bonyhádon, épületgépészet ágazatban, illetve Dombóváron fémmegmunkálás, hegesztéstechnika területen dolgozó vállalkozások számára, és most májusban építőipar Tamási és térsége vonatkozásában is tartottunk egy kvázi alakuló értekezletet. Hornok Jenő kamarai irodák nyitásáról is beszámolt.
Bonyhádon lesz ügyfél szolgálatunk, illetőleg Tamásiban szintén. Bonyhádon az önkormányzat épülete mellett az ügyfélszolgálaton kaptunk egy ilyen ügyfélszolgálati blokkot vagy részt. Tamásiban pedig hát most még egyeztetés zajlik, hogy a Zöldpont civilházban vagy a művelődési házban egy klubszobát fogunk majd kibérelni, és fogadjuk a vállalkozásokat. A kamarai szolgáltatásokat tehát helyben is tudják kínálni az adott vállalkozásoknak. Regionális híreink következnek. Ments meg címmel rendészeti és katasztrófavédelmi verseny. Országos középiskolai megmérettetés Pécsen. Dél-Dunántúl legnagyobb csúszdaparkja. 250 millióból fejlesztett a Harkányi fürdő. Veterán autók. Családi programra invitálták a balatonmogláriakat. Harmadik alkalommal rendezett Ments meg címmel rendészeti és katasztrófavédelmi versenyt a Baptista Szeretett Szolgálat által fenntartott Széchenyi István Gimnázium Pécsett. A megmérettetés célja, hogy ne csak elméletben legyenek felkészültek a fiatalok, ha bajban van valaki és segíteni kell, hanem gyakorlatban is kipróbálhassák a különböző veszélyes helyzeteket, ha mentésről van szó. A középiskolásokból álló 4 tagú csapatoknak 12 állomáson kellett bizonyítaniuk tudásukat, rátermettségüket és ügyességüket katasztrófavédelmi, honvédelmi, rendvédelmi és egészségügyi területeken egyaránt. Van olyan fiatal, aki a tavalyi emlékek miatt idén is szívesen benevezett, kihívást jelent számára a sok érdekes feladat. Újraélesztési feladatok biztos, tehát az fix, igazából akadálypálya, tehát ilyen ügyességi feladatok, akár kötélpálya, meg igazából tűzoltással való feladatok, meg egészségügyi kérdése. 2019-ben jött az első ötlet a Ments meg versenyre. A Covid miatt pár évet kihagytak. A rendészeti és katasztrófavédelmi versenyt már harmadik alkalommal rendezi meg a Baptista Szeretett Szolgálat által fenntartott Széchenyi István Gimnázium. A tavalyi esztendőben meg az idei évben folytattuk ezt a hagyományt. Debrecentől, Miskolcig, Szegedtől, Tapolcáig, Budapestig vannak rajtunk kívül a Szeretett Szolgálat fenntartásában lévő intézmények csapatai. A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság társszervező a Baptista Szeretett Szolgálat által fenntartott Széchenyi Gimnáziumnak a Ments meg versenyben. A polgári védelem, illetve a katasztrófavédelem egyik fő célja a lakosság felkészítése, illetve az ifjúságnak a felkészítése. Ez a verseny is nagyszerű alkalom arra, hogy a különböző műszaki mentési, tűzoltási feladatokat gyakorolják a diákok. Ez nem csak arra jó, hogy kiképezzék a jövő tűzoltóit, hanem hogy a mindennapokban is tudják a fiatalok, hogy ha egy balesetet vagy egy tűzesetet látnak, akkor hogyan tudnak beavatkozni, hogyan tudnak segíteni az állampolgároknak. A főszervező Pokolné Cékú Zsuzsanna, a munkaközösség vezető mentortanár, még Szenci Sándorral közösen álmodták meg ezt a versenyt. Jó lenne egy olyan verseny a Baptista Szeretett Szolgálat fenntartás alatt lévő iskoláknak, ahol a tanulók úgy életszerű körülmények között tapasztalhatnák meg azt, hogy milyen segíteni, milyen az, hogy egy bajba jutott embert esetleg olyan biztonságos helyre juttatni, illetve egy esetleges vészhelyzetben helytállni. Az egész napos megmérettetés célja az volt, hogy ne csak elméletben legyenek felkészültek a fiatalok, ha bajban van valaki és segíteni kell, hanem gyakorlatban is kipróbálhassák a különböző veszélyes helyzeteket, ha mentésről van szó. A témáról bővebben a Pannon Televízió Központ című közéleti magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Hivatalosan is átadták a Dél-Dunántúl legnagyobb csúszdaparkját a hétvégén. A Harkányi fürdőben kapott helyet az új élményelem, amely 16 méter magas, több pályás csúszda. A fürdő saját forrásból tudott fejleszteni és így növelni a strand vonzó erejét. Ez az elkészült többpályás csúszda a Harkányi strandon. Hivatalosan szombaton adták át a fürdő legújabb élmény elemét. A csúszda korábban orfűn szolgált, a harkányiak vették meg és újították fel minden elemét. Mielőtt ezt a bontást elkezdtük, elég alapos tervezői munka előzte meg ezt az áttelepítést. Megfelelő volt a vízmérség, a medence mérete, nem vettünk el a fürdőzőktől akkora vízfelületet, hogy ez érinteni az élményfaktort. Tehát azt tudom mondani, hogy optimális volt ez a csúszda erre a helyre.
Nagy lépésen vannak túl a Harkányi fürdő életében, mondja a város polgármestere. Ugyanis az elmúlt 9,5 évben ez volt az első olyan beruházás, amelyet a Harkányi fürdő önerőből tudott megvalósítani. Ez úgy sikerült, hogy nyilván a felelős gazdálkodás és a hosszú távú stratégiai tervek végrehajtása egy fontos eleme volt a dolognak. Így tudták kialakítani, mint egy 250 millió forintból a Dél-Dunántúl legnagyobb csúszdaparkját, mondja Baksai Tamás. A terület országgyűlési képviselője azt mondja, jó úton jár az elmúlt években Harkány. Ebben a kormányzat is segítette a várost. Azt gondolom, hogy mindenképpen végig kell gondolnunk az elmúlt éveket, és az elmúlt két ciklusban jutott el a Harkány városa létre a fürdővállalat oda, hogy most már saját forrásból is tud fejlesztéseket, illetve felújításokat indítani. Ugye ennek az egyik legjobb példája ez a csúszda, ami mellett most állunk, illetve az a több tucat millió forintot elérő felújítási program, amit most tavasszal megcsináltak a fürdőben. Korábban erre nem volt lehetőség, és ezeket a gazdálkodásnak a maximálisan professzionális mi volt a tette lehetővé, illetve az, hogy a kormány sok-sok milliárd forinttal hazai forrásból támogatta a fürdő fejlesztését és a fürdőnek az aktivitását. A fürdőnek vissza kellett fizetnie egy 1 milliárdos hitelt, ami megnehezítette a gazdálkodását. Ezt a kötelezettségüket teljesítették, így most a jó gazdálkodásuknak köszönhetően fejleszthetnek Harkányban. Veterán autók népesítették be a hétvégén a Balatonboglári strand egy részét. A szervezők hagyományt szeretnének teremteni a találkozóval, ahol igazi különlegességeket is megcsodálhattak az érdeklődők. Ez az 1988-ban gyártott kétütemű Warburg nemrég még a Budapest Bamako-ral inszelte a kilométereket és küzdött az elemekkel. Az egykori kelet-német gyártmány 17 000 kilométert tett meg 29 nap alatt. Úttalan utakon kell közlekedni, por, tehát ezeket az autókat nem erre tervezték. Szerintem egyik európai autót se erre tervezték, hogy itt a sivatagban rója a kilométereket köveken, sziklákon, gödrökön keresztül, de azt mondom, hogy megszolgálta és becsületére válva, de hazahozott. Tehát ez egy jó autó. Ezeket az autókat akkoriban úgy tervezték, hogy könnyen szervizelhető legyen, és a munkásosztály számára elérhető áru legyen. A fogyasztással nem nagyon törődtek, de érdekesség, hogy egy jól beállított Warburg akár 6-7 literes fogyasztást is képes produkálni. A Bamakon nekem megevett 10 litert, egyébként, meg tetőtartó, meg minden szaflag nélkül, én szoktam Németországba enni vele, és mentem úgy Németországba autópályán, hogy 6,5 literes átlagfogyasztása, pedig nem a szélcsatornába készült a karosszéria, az látszik rajta, kb. Annyira áramvonalas, mint egy blokktégla, de ennek ellenére nem kell, hogy sokat egyen, ha jól be van állítva, akkor nem eszik sokat az autó. A veterán autó találkozó létrejöttét a város vezetése is támogatta. Ilyen még nem volt, úgyhogy mindenképpen ki szerettük volna próbálni, és egy nagyszerű szervezőt találtunk, Kopasz Balást, és remélem, hogy nem utoljára, hanem akkor jövőre is visszajönnek, tényleg nagyon csodálatos, különleges járműveket tapasztaltunk meg itt. A veterán autók mellett igazi különlegességet is láthattak, sőt ki is próbálhattak az érdeklődők. Csatlakoztak a programsorozatunkhoz a Cycle Card Hungary járművei, autói. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek 1900 és 1939 között épített versenyautóknak a kicsinyített gokart méretű másolatai. Fantasztikus élmény menni velük. Én csak azt tudom javasolni, hogy mindenki próbálja ki, mert tényleg hatalmas kaland. A Cycle Card egy viszonylag friss motorsportágazat, Magyarországon mindössze 3 éve hódít. Ez a 1906-os Sziss Ferenc-féle Renault-nak egy ilyen kicsinyített másolata, mert ugye köztudott, hogy 1906-ban az első Grand Prix verseny, amit rendeztek valaha a világon, azt a magyar Sziss Ferenc nyerte egy ehhez hasonló Renault-val. Az ő tiszteletére lett ez így megépítve, rá is van írva. A szervezők abban bíznak, sikerült felkelteni az érdeklődést az első veterán autó találkozóval, így jövőre újabb autó különlegességeket mutathatnak be a nagy érdeműnek.
Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Példás összefogás. Felújították a tolnaiak a Szentháromság szobrot. Lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozója. Programok és koszorúzás Bonyhádon. Ízkavalkád a Parhanton. Több ezer palacsinta fogyott el a falunapon. Tájékoztató fórumok és jövőbeni tervek. Új irodákat is nyit a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Szerdára nyugaton kissé élénkebb, majd ott is mérséklődő északnyugati légmozgás várható. Továbbra is változóan felhős, napos idő lesz jellemző. A reggeli órákban a Dunántúl térségében zártabb felhőzet is előfordulhat, de ez várhatóan szakadozni fog már dél előtt. Csapadék csak kis eséllyel kevés helyen fordul elő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!